kutatások azt igazolják, hogy minél kivételesebben tehetséges valaki, annál nehezebb a társadalmi sorsa. Malraux, a nagy francia író mondta azt, hogy a tehetség az nem Isten adománya, a tehetség az átok. A tehetség az Isten büntetése. Persze most a nagyon kivételesekbe kell gondolni, és elsősorban a kreativitásra. De azt kell mondanom, hogy most attól függ, hogy a tehetséget honnan nézzük. Mert ha például az okosság oldaláról nézzük, ugye, ami azért a társadalomban a legfontosabb, hogy az értelmi képességünk, az például 1000 génpár határozza meg a hajlamot, és rettentően függ attól, hogy milyen családba születtünk, milyen iskolába járunk, milyen társadalmi közegben nőünk föl. Tehát éppen én, mint genetikus tudom, hogy a géneknél sokkal fontosabb, hogy milyen külső hatások érnek minket. Aztán vannak a speciális tehetségszférák között, ott van a matematika, ott van a muzikalitás. Ha annak a kivételes tehetségét nézzük, ott nagyon erős a gén. Tehát az, hogy egy Mozart, ugye 200 éve született Liszt Ferenc, hogy ezek már 3-5 éves korukban a zsenialitásuknak a minden tárházát megmutatták, vagy az, hogy Bolyai Jánoska 5 éves korában, miközben a Pityókát, mert ugye tudja, székelyek, nekem meg kellett Pesten tanulnom, hogy a Pityókát, a burgonya, tehát burgonyát hámozta és megszólal, hogy mama, értem a színusztételt, vagy hogy a Neumann Jancsika 6-7 éves korában magától kitalálja az integrál számítást, ez mutatja, hogy nagyon-nagyon erősen genetikailag meghatározott. De ugyanakkor azért az általános matematikai készség az nem, mert mindenki megtanulja az egyszer egyet, és ma már tudjuk, hogy ott van az ellentétes véglet, tehát van a diszkalkulia, amikor a gyerek tényleg nem tud megtanulni számolni genetikai okokból. Tehát ez egy nagyon sokrétű, és pont erről akarok beszélni, hogy a szülők azt mondják a gyerekükről, hogy hát nagyon tehetséges, csak nem mondják meg, hogy mibe. Hogy matekba, hogy szépen énekel, vagy hogy kell az óráról lógni, ahhoz is kell tehetség. Tehát ez az, amit meg kell érteni, hogy az embernek az agya, a központi idegrendszer egy rettentő, bonyolult masina, és az, hogy letapogassuk különböző oldalról, ahhoz azért nagyon értenünk kell hozzá, és nekem ez azért nagyon nagy problémám, mert ugye, amióta elmentem nyugdíjba, a magyar géniuszokkal foglalkozom, és hát sajnos azt kell mondanom, hogy a magyar géniuszpalánták 90%-a elveszett. Vagyis, hogy ott voltak, de nem voltak olyan családi, iskolai, társadalmi feltételek, hogy megmutathatták volna magukat, és én ezt egy nagyon nagy gondnak érzem, mert nekünk magyaroknak nincs olajunk, már nincs aranyunk, valamikor még Körmözbányán volt, nincs urániumunk, de tehetségünk lenne. És ezt kell megérteni, hogy ez a legnagyobb természeti kincsünk. És erre úgy kéne vigyáznunk, mint a szemünk világára. És azért nem vagyok elégedett. Nem vagyok elégedett, mert elpucsékoljuk a tehetségeinket nagyon gyakran. És az ilyen nyári szabad egyetemek mondjuk arra jók, hogy megértessük, hogy igen, a tehetséges gyerekek nehéz gyerekek ám. Szóval egy átlagos gyerek a sokkal könnyebben kezelhető. De éppen azért, mert a tehetség az a legnagyobb természeti kincsünk, meg kell érteni, segítenünk kell, hogy azért mindenképpen felszínre jöjjön az ő kivételes képességük, mert tudja, megint ezek van nagyon nehéz kérdések, ugye ott volt a magyar reformkor, és olyan szépen én mondták, hiszen az Erkel operába énekli Simándi, hogy hazám, hazám, te mindenek, tudom, hogy mindent neked köszönhetek. Amerikában 200 éve azt mondták, hogy ez maszlag, nem a haza teszi nagyjá az embereket, az emberek teszik nagyjá a hazát. És minél nagyobb az az ember, minél géniuszabb, annál nagyobbá teszi a hazát. Mert azért gondolja meg, hogyha most abba gondolkodunk, hogy Magyarország, akkor azért Bartók Béla és Munkácsi és Petőfi és Adi és Vörös Sándor és József Attila. Tehát igazából ők voltak azok, akik nagyjá tették a magyarságot. És azért hagyj mondjak egyet itt Felvidéken. Ezt fontosnak érzem, hogy amikor én például elkezdtem a géniusz palántákkal foglalkozni, akkor megcsináltuk Magyarország tehetségtérképét, és ez nem az udvariasság mondatja velem, de a legnagyobb, a legtöbb magyar géniusz az a Felvidékről jött. Mert megmondom őszintén, én azt hittem, hogy Erdélyből. Ugye Erdélynek egy olyan nagy nimbusza van. De egyértelmű, hogy Felvidék adta a legtöbb géniusz Magyarországnak. Hát egy kicsit szomorúan kell megállapítani, ugye, hogy aztán most már
ez nem Magyarország része, és kicsit meg is látszik rajtunk, mert az, hogy elveszítettük Erdélyt, elveszítettük a Felvidéket, ahonnan rengeteg magyar géniusz palánta jött, én azt is nagyon sajnálom, mert azért a zsidóság nagyon fontos szerepet töltött be a magyar kultúrába, azokat kiirtották. A magyar mezőgazdaságban a sváb paraszt, az rettentő fontos volt, azokat kitelepítették. Sokszor gondolkodom azon, hogy miért vagyunk ilyen nem túl sikeresek mostanában, és akkor tulajdonképpen ezekkel szoktam magamnak megmagyarázni, hogy elveszítettük a legértékesebb részeket, kiirtották a zsidókat, kitelepítették a németeket. Úgyhogy nagyon össze kell szedni magunkat, hogy azért a magyar név újra szép legyen.